Sziasztok, Tóni vagyok a Hangszerplázából, és folytatjuk az alktalan termékek bemutatását célzó sorozatunkat. Ebben az adásban egy eléggé extravagáns kinézetű nagymembrános stúdióba szánt kondenzátoros mikrofonról fogunk beszélni. Ez a CS55, vagy hívjuk magyarosan egyben C55. Azt kell róla tudni, hogy egy nagyon elérhető áru, mégis nagyon jó árértékarányú mikrofonról beszélgetünk. Nagyon-nagyon ajánlott otthoni énekeseknek komponálni, koncepciókat megcsinálni, podcastekhez különösen, illetve minden olyan alkalmazáshoz, aminél azért szeretnénk egy jobb minőségű, stúdióba tovább küldhető, olyan végeredményt csinálni, amely meg fog felelni akár annak, aki megrendelte, és még neked is a saját fülednek, és nem fogod azt hallani, hogy ebből még valami hiányzik. A mikrofonról annyit lehet igazából tudni, hogy egy piros grill ráccsal ellátott, standard nagymembrános cső testű kondenzátor mikrofonról van szó, amit a gyártó arany diafragmás mikrofonnak jelez, ami azt mondja, hogy a membrán, egy arany membrán van benne, nem szedtük szét, még nem vizsgáltattuk be, és még az ékszerészek is vizsgálják, de lehet, hogy ez így is van. A lényeg, hogy egy eléggé extravagáns kinézet mellé egy nagyon széles szolgáltatás pakkot is kapunk, ugyanis a mikrofonhoz kapott shock mount, a rezgés csillapító kengyele, ha úgy tetszik, egy eléggé univerzális történet, mert egy hatalmas méretű mikrofonoktól kezdve az egészen picike kis puska mikrofonok is bele lehet tenni szinte mindent, mert ezekkel a kis csavaros megoldásokkal igazából három szorító test fogja meg a mikrofont, és ezért nem csak a sajátja, hanem máshoz is nagyon jó, és egy nyugati márkának nagyon hajazó megoldással van fölrögzítve maga a mikrofonnak a rezgés elnyelő része is, kettő ilyen tál vagy vese alakú műanyag megoldás hivatott azt elérni, hogy ne rezegjen a mikrofonunk, és ezzel ne vegyünk föl nem kívánatos zajokat. Hozzátartozik még a mikrofonhoz egy nagyon pofás kis popfilter. PF06-nak hívott alktalan terméket, mindössze ezekkel a kis gumi felfogatásokkal rá kell tenni a mikrofonnak a testére, vagy legalábbis a grill rácsára. És hát ugye a mikrofon minőségét mindezek mellett mi sem bizonyítja jobban, hogy az előző adásban bemutatott MP100-as mikrofon előfogba, ami szintén ugye az alktalantól érkezik, ebben van most bekötve, és hát meg is tudjuk hallgatni, hogy hogyan is teljesít a két eszköz együtt, és ugye a popfilter is fel van helyezve most már a mikrofonra. Tehát, hogyha most kicsit idehajolok, és ezzel a jó kis alktalan ernyővel kicsit kitakarva a fejemet, de meg tudjuk azt hallgatni, hogy mégis hogyan teljesít ez a mikrofon, amikor azt mondom, hogy megpróbáljuk, tehát, hogy a popfilterrel is megtámogatva mindazt, amit eddig hallottunk, hogyan is fog ez működni. Nagyon-nagyon jó árértékarányú eszközt kapunk. A mikrofonhoz kábel gyárilag nem jár, viszont a shock mount, tehát a kengyel és a popfilter igen. Mindezek ellenére is nagyon kedvező áron kapható. Mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ha kondenzátoros, tehát fantomtápot igénylő mikrofonban gondolkodik, akkor érdemes erre egy pillantást vetnie és nézze meg. Ugyanis nagyon elérhető áron, nagyon jó terméket lehet ezért a pénzért kapni. Mint ahogy mondtam, a Hangszerpláza megkezdte az alktalan termékek forgalmazását magyarországi kizárólagos disztribútorként, úgyhogy a termékpaletta nagyon széles szegmensével találkozhattok nálunk bent a bemutatóteremben. Ha tetszett a videó, látogassátok meg YouTube csatornánkat, nézzétek meg Instagram oldalunkat, vagy gyertek el a Facebook oldalunkra. Ott várunk. Sziasztok!